Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez már a Minden igaz akkor a 7. hét második hírösszefoglalója, melyben számíthatok néhány Sleeping Dogos információra, illetve beszámolunk a Karatéka remékeléséről, és nem utolsó sorban Chucky digitális mészárlásáról is, feltéve, ha túlestetek a rövid hírek elfogyasztásán. A Ubisoft október 30-ára ígéri a valójában még be sem jelentett Assassin's Creed 3-at, amiben már egy új főhősre lehet majd számítani. Konzolokra is érkezik a Guild Wars 2, ugyan nem egyszerre a PC-s verzióval, de az MMO készítői megerősítették, hogy nem sokkal az asztali megjelenése után a konzolosok is a kezükbe vehetik majd. A PlayStation 3 és a Vita forgalmazása túl sok időt vesz el a Sonytól, így Jack Tretton a cég amerikai elnöke szerint felesleges várni új konzol bejelentésére. Március 22-én a madaraink az űrbe mennek bosszút állni a zöld malacokon. Az új Angry Birds hadszíntere a világűr, így a játékot nehezíteni fogja a megváltozott gravitáció. Készül a Red Engine következő verziója, már a következő generációra, a CD Projektnek pedig már egy listája is van az új lehetőségekről. A Namco Bandai ugyan még nem jelentette be, de egy pletyka szerint az új Dragon Ball játék már kinek támogatással érkezik majd. Bemutatást nyert végre a nyáron megjelenő Minecraft LEGO set, és már az előrendelői árat is bejelentették, ami 35 dollárt kóstál. A Guinness rekordok könyvébe kerül a Triumvirs által heggesztett Rift, ugyanis a Valentin napi adatok szerint 22 000 házasságkötés ment végbe a játékba. A Bethesda bevallotta, hogy bizony tudott a PS3-as Skyrim hibáiról már a megjelenésekor is. Todd Howard úgy vélte, hogy csak nagyon kevés játékost fog érinteni a probléma, és ezért nem is léptek azonnal, mivel úgy gondolták, majd egy későbbi patch-sel javítják a dolgot. Ez az 1.2-essel meg is történt volna, ha rendesen el lett volna készítve. Ám még ezután is rengeteg hiba jelentés érkezett, így elkérték a problémát bejelentő játékosok mentéseit, és végre az 1.4-es javítással sikerült kikezelni a memória problémákat. A Rovio igazgatójához hasonlóan a Remedy is próbál pajtiba kerülni a kalóz felhasználókkal, mivel az LMV-k kapcsán egy egyszerű üzenetet küldtek az illegális letöltőknek. Élvezzétek a történetet, hangzott az atyai jó tanács. Abban reménykednek, hogy ha a termékük elnyeri a kalózjátékosok tetszését, akkor az a jövőben kamatozódhat egy vásárlás formájában. Bízunk benne, hogy így lesz. A PlayStation 3-as és PS Vita-s keresztplatform rendszer február 22-én kerül élesítésre, az érintett játékok pedig a MotoStorm RC, a Hustle Kings, a Wipeout 2048, az Ultimate Marvel vs. Capcom 3 és a Wipeout HD, amikhez egy DLC-t kell megvásárolni, hogy működjön a keresztjáték. Ez nem más jelent, mint hogy a PlayStation 3 felhasználók játszhatnak a Vita tulajdonos barátaikkal multiplayer módban. Jordan McNair felújítja az 1984-ben napvilágot látott Karatéka játékát, ami annó rengeteg platformon megjelent, a Commodore-tól a Game Boy-ig. Eddig is többször engedett utat a pletykának, hogy nekiáll, de most végre hivatalosan is bejelentette, hogy a fejlesztés kezdetét vette nagy konzolokra. Ígérete szerint a koncepció nem fog változni, a program továbbra is egy egyszerű játékmenetű, komoly sztorival bíró, tömény szórakozás lesz. A 2010-es E3-on említették meg a Shootmania Stormot, a Trackmania 2-vel és a Questmania szerepjátékkal együtt. Azóta nem hallottunk felőle, de most végre hivatalos bejelentést kapott a játék. A Shootmania egy multiplayer FPS-nek ígérkezik, ami a Trackmaniához hasonlóan kap egy kifinomult map editort, ahol a játékosok készíthetik el a saját térképeiket az online csatákhoz. A publikus beta-teszt márciusban kerül megrendezésre. A Sleeping Dogs hangulatilag a Saints Row és a GTA között elvonuló arany középút. Nem túl poénos, viszont megrögzött komolysággal sem vádolható. A tűzharcok teljesen átlagosak lesznek, lősz, majd fedezékbe vonulsz, de az egészet megdobja majd egy kis közelharc. Nagyon szépen kidolgozott, valódi harcművész mozdulatokat felvonultató jeleneteket láthatunk majd egy-egy verekedés alkalmával. A triádok felszámolásáról szóló játék az év második felében érkezik PlayStation-re, Xbox-ra és PC-re is.
Több magazin is fekete listára került az Activisionnél, köztük a Gameblog.fr és az Xbox Y-gen. Ennek oka, hogy a francia Amazon online kereskedő oldalon a lapok értesülése szerint egy kis időre vásárolható tételként volt nyilvántartva a Black Ops 2, és erről egy-egy vaskos cikket hoztak le. Többszörös felszólítás után sem voltak hajlandóak törölni az írományukat, így kerültek az Activision tiltó listájára. A Jubidio, aki szintén leközölte a hírt, megúszta a dolgot, hiszen ők az első figyelmeztetésre törölték a cikküket. Végre játék adaptációt kap az epikus horrorfilm, a gyerekjáték, a Chucky the Video Game képében. Nem valószínű, hogy bárkinek be kellene mutatni, de röviden egy ádász bűnöző halála előtti pillanatában egy voodoo varázslat segítségével átköltözteti lelkét egy játékbabába. Így született meg Chucky, a rémisztő vöröshajú overállos gyilkos, aki semmi más nem akar, mint kivéreztetni másokat. A játékban őt vetjük irányításunk alá, és gyilkolhatjuk vele az ártatlanokat. Nem biztos, hogy jó ötlet a játékosokat egy negatív szereplő egy mészáros szerepébe bújtatni. De minden esetre nekünk tetszik, és reméljük, hogy legközelebb is hasonlóan izgalmas és érdekes híranyagokat oszthatunk majd meg veletek. Kitartást addig is hamarosan jövünk, sziasztok!